This isn't about selling American gas. This is a national security matter from the American perspective. This is about assisting countries throughout Europe at having alternative sources and not being dependent on Russia for their natural gas, so that if there's a day, and when there's crunch time, and when there's political influence to be had, these countries have alternatives. They are not solely dependent, and therefore at political risk to be suffering from Russian engagement that they do not welcome. Közép-Európában jelenleg mi egyoldalú függőségben vagyunk az energia beszerzések kapcsán Oroszországtól, és ez különösen igaz a gázbeszerzésekre. Magyarország esetében ez úgy néz ki, hogy 85%-át a gázimportunknak Oroszországból fedezzük. És mi mindent megtettünk annak érdekében, magyarul minden szükséges beruházást végrehajtottunk annak érdekében, hogy más forrásból is tudjunk gázt vásárolni. Most abban a helyzetben vagyunk, hogy kizárólag a szövetségeseinken múlik, hogy diverzifikálni tudjuk-e a gázbeszerzési forrásainkat. A miniszter úrnak, hogy amikor a Kína gazdasági térnyerésével kapcsolatban beszélünk, hogy Magyarország az EU-Kína kereskedelmi forgalom 1,2%-áért fele. Mint ahogy elmondtam azt is, hogy Nyugat-Európában elképesztő politikai képmutatás zajlik az Oroszországgal kapcsolatos együttműködés vonatkozásában. A felszín felett megy a szóbeli kritika, a felszín alatt meg üzletek köttetnek nyugat-európai és orosz cégek között euró milliárdokért. Thank you very much. This concludes our event today. Thank you very much for your kind attention and thank you very much for the attention of the press. Thank you.